Kevin Zsófi költő, író, forgatókönyvíró, slammer és Sophie Hart néven rapper. Első regénye 2014-ben jelent meg, Én még sosem címmel, ezt követte első verses kötete, a Nyílt láng használata 2015-ben. Líra, slam poetry, regény, műfordítás, forgatókönyvírás, rap, műfajok, melyekben Kemény Zsófi már jeleskedett, és még mindig csak a 20-as éveiben jár. Belebeszélgetünk a Kultúrcsebben, gyermekkorról, irodalomról, kételyekről, sikerről, női létről. Zsófi, jól tudom, akkor nem először jársz Erdélyben, tehát voltál rendezvényeken, vagy a beszélgetéseken túl is, mert hogy gyermekkorodból is vannak emlékeid. Jártatok ide kirándulni, ha jól tudom? Igen, Ivóban töltöttünk minden, hát egy olyan 5-6 évig biztos nyaranta, majdnem egy hónapot, a szüleimmel, meg családi barátokkal, meg ilyesmi, de Szárhegyen is voltam a Bartis Attiláéknál egy csomószor. Igen. Úgyhogy ott is voltam, és aztán a slam közeggel egy csomószor hívtak minket slammelni, és akkor slammeltünk, meg építettük a kapcsolatainkat, úgyhogy az is nagyon jó volt, de nekem nagyon, nagyon fontos volt. Ez a gyerekkori emlék, ez nagyon-nagyon fontos. Ott dobáltuk a magas lest tüzes botokkal, és ostromoltuk egymást, és malmokat faragtunk. Együttetek. Igen. Meg voltak itteni barátaink, akik ott lettek Ivóban. Majdnem meghaltunk, amikor ránk lépett egy szamár, a Juci, úgyhogy voltak ilyen dolgok. Én nagyon-nagyon szerettem ide járni, csak aztán valahogy eltüntették ott a domboldalt, felépítettek rengeteg ilyen csúnya turista házat, és akkor valahogy kikopott ez. Meg már Juci sokat látok lépni ilyen szempontból. De számomra nagyon izgalmas egyébként maga a gyermekkorod. Tehát, hogy úgy képzelem el, hogy csupa olyan emberre voltál körülvéve, akik nekünk ilyen nagyon távoliak. Nyilván olvasok a könyveiket, olvasok a verseiket, de hogy te lehet, hogy még túl sokat is láttál belőlük ugye az író társaságból, az irodalmi közegből. Vagy ez milyen volt? Csak én képzelem bele ezt? Nem, ez tényleg olyan volt, hogy nagyon közeli volt, azért is tehát olyan természetessé vált az, hogy volt a Keményék konyhája, az egy ilyen fogalom volt, amikor én kisgyerek voltam. Csütörtökönként apukám csinált körözöttet, nagyon-nagyon hagymásat, de nagyon finomat, és akkor átjöttek rengeteg író meg költő, és nagyon-nagyon hangosan nevettek, és nem hagytak el aludni, és akkor a kis micimackós pizsamámban kisétáltam, és így bemutatkoztam a Simon Marcinak, akivel aztán évtizeddel később ilyen hát barátok is lettünk, meg a mentorom volt körülbelül, pedig azért nincs köztünk annyira sok, ez a 10 év van. Szóval igen, nagyon, nagyon furcsa és érdekes közeg, és azt kaptam tőlük, hogy rájöttem, hogy a költő nem feltétlenül halott, hanem az egy ilyen élő dolog, és működik nagyon. Jó hangulatú. És ez volt a természetes neked, nem? Igen. De nyilván hát akkor nem tudhattad gyerekként, gondolom, hogy a bácsik meg nénik mivel foglalkoznak úgy. Én valahol ezt tudtam, csak azt nem tudtam, hogy mit jelent, de azt tudtam, hogy van. Tehát azt tudtam, hogy mi az, hogy költő. Csak tényleg, hogyha bementem az óvodába, vagy az iskolába, és megkérdezték, hogy mit dolgozik az apukám, akkor én tök büszkén rávágtam, hogy költő, csak ők ugye azt hitték, hogy akkor ezek szerint nem él már. De hogy én erre büszke voltam, csak nem nagyon tudtam, hogy ez valójában micsoda. Tudtam, mi az a vers, meg tudtam, hogy a költő verseket ír, de azért úgy nem, nyilván az ember nem érti meg, hogy ez igazából mit jelent. De én meg azt nem tudom elképzelni, hogy milyen, ha valakinek hazamegy az apukája, és akkor azt mondja, hogy most jöttem a reklámügynökségből. Nekem meg az a furcsa, ha valakinek nem művészettel foglalkoznak a szülei. Nemrég Hály Jánossal beszélgettünk, aki azt mondta, hogy azért is örül annak, hogy pályája kezdetén felvette ezt az írói álnevet, nevezzük így, hogy a gyermekeid nem kell hordozzák az ő alkotásainak az áldását vagy terhét. Tehát nem tudom, neked ez valaha jelentett problémát? Nagyon sokszor, de főleg azért, mert az első reakciója mindenkinek azt, hogy ja, akkor te csak azért, mert az apád miatt. Uh-huh. És én megpróbáltam, nekem Apók Zsófia volt az álnevem az elején, a Néma H-val a végén, és hogy ezt így, mert hogy a A-val kezdődik, az nagyon a névsor elején van, akkor az apó az ugye a kislánynak az ellentéte, mert egy öreg bácsi, férfi,
Jó, és a Néma Hát is nagyon szeretem, és akkor így kitaláltam magamnak, és még annó Sárvári diákköltő pályázatra Apó Zsófi néven pályáztam, mert hogy apám ott volt zsűri, még mielőtt a nővérem ment volna, és már amikor a nővérem ment, akkor nyilván nem zsűrizett, mert hogy meg, tehát hogy úgy válogassanak be minket, hogy nem tudják, hogy mi vagyunk, ez nagyon fontos volt pont ezért, és akkor úgy válogattak be, hogy nem tudták, hogy ezek én meg a nővérem vagyunk, és hát ez egy fantasztikus élmény volt. És aztán igazából szlemmelni is azért kezdtem el, mert hogy az írás, amit nagyon szeretek, de hogy mégsem az a műfaj, meg a pszichológia szak is azért jött, mert hogy mégsem bölcsészkar, és minden erőmmel azon voltam, hogy így kikerüljek ebből az árnyékból, vagy nem tudom. Hát nem sikerült. És igen, és aztán valahogy így lekopott az álnevem, mert nem tudtam egyszerűen, mert talán pont azért, mert hogy nagyon sokan eleve ismertek, tehát mondjuk ugye Slambe elkezdtem működni, de ugye már a Simon Marci tudta, hogy ki vagyok például, és akkor így nem, valahogy nem tudtam tartani azt, hogy én most egy másik néven fussak, pedig lehet, hogy jó lett volna, mert azért ez nagy teher néha. Nem ahogy értettem, hogy nem sikerült az, hogy kilépj az árnyékból, hanem hogy nem sikerült kilépni ebből a közegből. Mert hogy tényleg, tehát hogyha valami feszíti az embert, akkor előbb-utóbb csak rá kell térjen arra az útra. Ez egy nagyon-nagyon erős és engem foglalkoztató kérdés, hogy akkor is elkezdtem volna írni, hogyha nem ezt látom magam körül, és hát erre soha nem lesz válasz, de azt hiszem, hogy semmi máshoz nem értek. Így konkrétan. Tehát, ha így ma volt ez a beszélgetés a fesztiválon, a Deep Dive fesztiválon, és feltette ezt a kérdést. És hogy mi lennék, hogyha nem ezzel foglalkoznék, amivel foglalkozom, és nem tudtam válaszolni, hanem az volt a válasz, hogy korszak semmi. De ez azért jó is, mert jó helyen vagy. Ezt jó érzés volt kimondani tulajdonképpen, de az meg, hogy az ember semmihez nem ért, és hogyha így, mint például egy Covid idején a kultúra meg a művészet így a legkevésbé fontos kategóriába csúszik, mert ugye a Maslow piramis tetején helyezkedik el, mert az alján azok vannak, amik tényleg mert az a luxus, eszenciálisak, igen akkor ezért az ember úgy kicsit megijed, hogy na jó, de hogy egy olyan világban, ahol mondjuk már egyáltalán nem lesz fontos, vagy ilyesmi, vagy kikopik, akkor így hirtelen teljesen fölöslegessé válik. Gondolod, hogy egyáltalán nem volt fontos? Én azért azt láttam, hogy a kultúra mentett meg sokunkat. Egyébként igen, végső soron, csak hogy az intézményesített kultúrára gondolok inkább, hogy az viszont a legutolsó, tehát hogy ha már megvannak a lélegeztetőgépek, meg tehát az egészségügyre, meg a nem tudom mire figyelve van, akkor jöhet az, hogy na jó, akkor valamivel foglalják is el magukat az otthon maradt emberek, és az ilyen szempontból, tehát mentális egészség szempontjából tényleg nagyon fontossá vált, vagy felértékelődött, csak hát ültünk otthon, és igazából mindenki azon kattogott, hogy na most kéne dobni valamit, mert most végre van idő, és nem kell rohangászni A-ból B-be, de hogy engem például ezt frusztrált halálra, hogy most kéne a nagyot robbantani, és így, de nincs kedvem, mert inkább bepótlom azokat a klasszikusokat, amiket nem olvastam, vagy nem láttam, vagy inkább én egy ilyen kezdődő szerelem elején voltam, és az kényszerített összeköltözésre, hogy jött a Stay Home kampány, és így annyira jó volt, 0-24. Szóval igen, egy zenekart azért alapítottunk, ketten, otthon, de hogy igazán nem ez volt, amit az ember várt volna saját magától, hogy akkor nem most így. Uh-huh. Ez egy jó alap, amúgy, meg majd még beszélünk egy kicsit később a zenéről. Arra is kíváncsi vagyok, hogy mikor kezdtél el Kemény Istvánt olvasni, vagy mikor volt szabad olvasni édesapádtól? Hát ha rajta múlik, akkor soha nem lett volna szabad, mert borzasztóan szégyelt előttünk, amit nem értek, mert szerintem a legnagyobb. Nem tudom, mondjuk meg Kemény István, most itt reklámként. Szerintem tényleg a legnagyobb, de hogy ezt nyilván az ember az apjára, az mondja mindenki, hogy elfogultam mondja, de azért a pályatársai is. Mondják mások is. Mondják igen. Mások is, igen. De ő mindig azt csinálta, hogy így ahogy nőttünk fel, egyre magasabbra rakta a saját köteteit a könyvespolcon, hogy véletlenül se érjük el, csak aztán megtaláltuk a létrát. És igen. És akkor nyilván itt kamaszként azért elkezdett mind a kettőnket foglalkoztatni, hogy na jó, hogy te nem szeretnéd, hogy lássam, de miért nem szeretnéd, hogy lássam, és akkor így utána mentünk. Először nyilván a nővérem, de ők idősebb másfél évvel, és aztán meg én is. És akkor egy egész
És akkor tudtatok beszélni a művekről? Vagy nem, annyira zavarban voltunk mind a ketten, hogy nem nagyon. Hát én szóban nem vagyok képes beszélni, hanem e-mailben kommunikálunk arról is, hogyha én megmutatok neki valamit, akkor ő arra ír egy válasz e-mailt, és akkor egy soronként írja a kommentjeit, de hogy arra én nem lennék szerintem képes, hogy leüljek, és azt mondjam, hogy na mondd, és így nézek a szemébe. És ő se velünk. De akkor nyilván nem is úgy kapja meg a szövegeket, hogy már kötet formában vannak, tehát olvasva előbb. Igen. Én nem nagyon mertem sokáig olyasmit kiadni a kezem közül, amit ne olvasott volna el, és ne mondott volna rá egy áment. És most meg már néha kiadok dolgokat a kezemből, de hogy akkor is csak olyat, amiről tudom, hogy azért ezt így elfogadná. És ez egy ilyen limit. Tud nagyon kritikus lenni, ha magához az? Magához nagyon az, és hozzám is egyébként, hogy azért tud, igen. Hát, ha valami rossz, az megmondja, hogy rossz, és akkor, és nem olyan, aki azt mondja, hogy hú, ez rossz, és ezt húz ki, hanem olyan, aki azt mondja, hogy hát, hogy így alternatívát is nyújt, vagy hogy hozzá ötletel néha, és aztán én meg nyilván lázadó vagyok, és soha semmiképp nem vagyok hajlandó az ötletet, vagy irányt elfogadni, amit mondod, de hogy tudom, hogy valamit ki kell találnom, és nagyon sokat segít, meg csomószor asszociálok arról, amit ő elindított, és akkor a saját dolgokat. Jó, hogy te mondtad ki ezt, hogy lázadó. Azt hiszem, hogy nagyon sokan ilyen forradalmár alkatnak látnak téged. Hát azt hiszem, hogy a slam poetry műfaja is tudja ezt hozni, hogy általad veled tudunk néha szembe menni a világgal, vagy kimondasz olyan mondatokat, amiket lehet, hogy mi nem tudunk megfogalmazni. Te ilyen forradalmár alkatnak látod magad amúgy? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert amikor elkezdtem slammelni, akkor igen, tehát az, hogy az ember kiáll és mikrofonba elmondja, hogy mink kéne változtatni szerinte a világban, az egy forradalmi aktus, és aztán nagyon sok olyan nagyon sokszor kérdezték, aztán véleményemet nyilatkozni kellett, tüntetésen kellett beszédet mondani, meg ilyesmi, és így nagyon belefáradtam ebbe, mert hogy egyébként nem vagyok forradalmár alkat, nagyon nem, tehát hogy olyan vagyok, mint apám, hogy a legszívesebben ülök egy szobában is, megfigyelem, hogy ki mit csinál, és nem szólok hozzá, és elfelejtem, hogy létezem egy beszélgetésben, én annyira arra figyelek, hogy mit mond, mit mesél, az arra, tehát egy ilyen kicsit pszichológus, és kicsit meg ilyen szemlélődő senki alkatomtom van, és nagyon utálom magam abban a helyzetben találni, hogy akkor meg kéne mondani, hogy a tutit, mert egyrészt nem tudom a tutit, másrészt tényleg csak akkor vagyok hajlandó beszélni, ha kérdeznek. És akkor is nagyon rosszul vontatottan és önbizalommentesen. Tehát, hogy egyáltalán nem vagyok forradalmár alkat, de nagyon sokszor kellett ebben a helyzetben lenni, és most már megtanultam ezt, hogy ez nem megy nekem, úgyhogy most már nem vállalok tüntetésre, beszédet, meg ilyesmit. Olyan volt már, hogy nem olyan régen, hogy egy szlemet elmondtam, de az, hogy beszédet, az nem. Nem akarom senkinek megmondani, hogy mit csináljon, mert ez nem. És a szlemet nem nehéz hozni a színpadon? Tehát azért tömegek elé kiálltál jó néhányszor a szövegekkel, és az is te vagy nyilván. Igen, de arról tudom, hogy mondjuk csak egy tömeg elé, igazi tömeg elé, csak olyan szöveggel mernék szerintem kiállni, amit mondjuk előtte egy kisebb közegben már kipróbáltam, és tudom, hogy mondjuk működik, vagy értik, hogy mit akarok vele mondani. De hogyha már tudom, hogy működik, meg tudom, hogy ez tényleg van értelme elmondani, akkor már el tudom mondani, csak például nem fejből. Fejből én nem tudok mondani szöveget, mert még pont apámtól tanultam, hogy valahogy azt, hogy ha valaki a saját versét szavalja, mondjuk, azt mondja, hogy kosmában fel is elkezd mondani a saját verseit, az ilyen fejből, az olyan fura mindig, tehát azért aztán így nem nagyon bírom megtanulni, persze az agyam se olyan, tehát nem színész agyam van, hogy így megtanuljak bármit, és valahogy az se, tehát hogy nem tartom akkorára egyszerűen a szövegeimet, hogy megtanuljam őket fejből, és akkor szavaljam, hanem így felolvasom általában. De nem tudom, van olyan két mondat, ami lehet, hogy olyannak tűnik, hogy így elolvasod, és azt mondod, hogy ezt én írtam, hogy hú, hogy ez jó, vagy ez akár hitvallás tud lenni? Tehát nincs hát olyan, ami mindig megvan. A saját szövegeimből. Igen, ami mindig megvan. Van ilyen? Hát volt olyan, amit mondjuk táskára nyomtattak, hogy nem savanyú a citrom, drágám, csak rosszul eszed. Ez például, ez megmarad, de ez is ilyen még a kamaszkori kötetem. Kamaszkori, hát ilyen 20 éves koromban jelent meg az első kötetem, és abban volt ez még ilyen sor. Ezt mondjuk itt szeretem, de ezt sem mondogatnám, hogy
Ha csak nem kérdezi meg valaki, hogy mi az, amire emlékszel. Nyilván tudok egy csomó mindent fejből, de valahogy az aktus maga, hogy fejből elszavaljam, az nem megy. Szerintem. Kortárs költészettel a világ ellen, ugye ez volt a beszélgetésnek a címe itt a Deep Dive Fesztiválon. Minek tud ez köze lenni vajon az irodalom, vagy mi ellen lehet harcolni ezzel a műfajjal? Hú, hát szerintem a mi világunkban momentán rengeteg minden ellen lehet harcolni, és ezt kerülni is igyekeznék egyébként magát a harc frazeológiát, mert nagyon sok olyan helyzet van most a háború, meg nem tudom, ami miatt inkább nagyon pacifista lesz az ember hirtelen, és szereti nem fegyverként felfogni az irodalmat, meg nem háborúként felfogni a dolgokat, de hogy azért a költőknek mindig volt olyan eszközük, nem fegyverük, hanem eszközük volt mindig a szó, hogy egyszerűen meg tudták fogalmazni, ami mondjuk a tömegnek, amit meg akart mondani, de egy forradalomban például, de hogy nem tudott volna szlogent gyártani belőle, mint a Petőfi Sándor, és arra kellettek ezek az arcok, akik kimondják helyettük. És én nem tartom magam azért a nép hangjának, tehát nem ezt kell mondani, nem erre gondolok, de hogy ez azért egy feladat, hogy ügyek mellé állni, láthatóvá tenni, megfogalmazni. És rengeteg olyan ügy van, ami mellé lehet állni. Most kezdek például egy olyan kampányt, amiben sportolok, azért, hogy hajléktalan emberek jussanak otthonhoz, az utcáról lakásba egyesületnek az égisze alatt. Fut most ez ilyen szimaton, nem tudom, hogy hallottál. Igen, ismerős nálunk is van, igen. Igen, és akkor azt ma kellett riposztolnom az elsőt, ahogy plankingelek, azért, hogy adományokat gyűjtsek. És akkor ilyen ügyek mindig vannak, sajnos folyamatosan is, és elfogyhatatlanul, és az szerintem mondjuk van ilyen felelőssége az embernek, igen, hogy akkor odaálljon. Persze én azt találtam, hogy köze is legyen az irodalomhoz, hogy egyre hosszabb verseket fogok sportolás közben felolvasni, és akkor a végén, nem tudom, a ló meghallom, mondom, akinek ülnek. Jó, mi faj? Egy guggolás közben, de aztán rájöttem, hogy a 15 perces verset lehet, hogy nem fogom tudni guggolás közben felolvasni. Ezt láthatjuk majd mi is, vagy ezt? Én Instagramomon fogni. Az jó, ez jó. Akkor... De már elrontottam egyébként ezt a koncepciót, mert most csak egy olyat raktam ki, hogy reggel itt a Marosvásárhelyi állatkertben egy emu mellett plankingelek, és semmilyen verset nem olvastam föl vele. Hát igen, mondjuk de a verszibárdokat el tudom képzelni. A József Attila ódája is jól jöhet. Meg azt mondom, hogy a kedvenc verseimet ilyen növekvő sorrend, hosszúság sorrendben így felolvasgatom. És egyébként a verszibárdok az abszolút benne van. Szerintem az egyik legösszetettebben minden műfajban csodálatos vers, ami csak létezik. Hát akkor várjuk majd a videót ilyen szempontból is. De egyébként Zsófi, te nőként egy olyan műfajban, vagy hát több műfajban, de hogy most a slam poetry-re gondolok, olyan műfajban álltál helyt, ahol több férfi is elvérzett. Tehát, hogy nem tudom, hogy jelentett valamit az, hogy te nő vagy a slam poetry világában? Vagy egy annyira ösztönösen jött, hogy lehet, hogy észre sem vették, hogy hú, nézd meg, hogy nőként lehet, hogy milyen témákat tud behozni, és hogy elhitték neked, vagy elfogadták. Ez egy nagyon összetett kérdés, mert ugye azért legtöbb helyen, meg időben, meg területen az hátrány szokott lenni, ha az ember nő, mert nagyon keményen van üvegplafon tényleg mindenhol, és ez ellen is jó lenne lépéseket tenni. De hogy a slam az ugye rap felől kígyózott be Magyarországra, tehát ugye az A Kezdet Fiai duó kezdte el igazából itthon, mind a kettő igazából. És ezért az ugye nagyon erősen maszkulin férfi műfaj, vagy hát egy ilyen macsó műfajnak számít. Ezt onnan is tudom, hogy én is kaptam rengeteg olyan kommentet, amikor elkezdtem így kvázi rappelni, hogy ez egy férfi műfaj és egy nőnek nem kéne, és igazából ezért provokációként kezdtem el rappelni, de ezt most hagyjuk. De hogy maga a slamben is nagyon sok ilyen hang volt az elején, és azért nem mertek színpadra állni a lányok. Így volt, amikor én elkezdtem, kb. Volt így a Tolnai Eszti, meg a Hugi, aki vezette a slameket, de maga is csak ritkán de slammelt, és így nagyon
kb. Így ilyen 3-4-en voltunk lányok. És nekem segített konkrétan az, hogy így kiemelkedtem, mert hogy lány voltam, és akkor egyből mindenki figyelt, mert nem várták ezt, egy 18 éves ilyen rövid szoknyás kislánytól nem várták, hogy a hererákról kezdve, vagy nem tudom, azt foglalkoztatott álmomban, hogy mi van, ha hererákom van, ez volt az első slam sorom ever. És ezt így nem várták, és nagyon meglepődtek, és ez a meglepetés ereje az nagyon hatékony volt az én esetemben szerintem, és később is az volt, hogy egyre több lány lett, de valahogy ez az elsőbségi hatás működött szerintem, hogy nagyon kevesen emelkedtek ki később, de mondjuk tehát azért jó páran igen a lányok közül, nem tudom, hogy mondjuk enneveket, hogy inkább nem, de hogy valahogy kicsit azt mondta mindenki, hogy a női vonalat azt én hoztam be a slambe. És viszont ez meg ilyen kicsit rossz érzés, mert egyébként én nagyon ritkán szlemmeltem szerelemről, meg ilyesmiről, és aztán mégis azok, tehát hogy a női szlemmerek témáira az lett mondva, hogy belőlem indultak, és hogy nézd már, ő is a szerelemről szlemmel, mint a kemény Zsófi, és közben én meg így állandóan a felnövésről. A mitológia, ugye? Nekem voltak ilyen témáim, és kicsit úgy éreztem, hogy ezeket így félre dobják, és azt mondják, hogy ja jó, szerelem, lány, kemény Zsófi, lányok utánozzák, és kész. És azért ez nem ilyen egyszerű, mert nagyon sok lányt hallottam én szlemmelni, teljesen másról, mint a szerelem, nagyon jól. És szerintem én is azért szlemmeltem egy csomó. Én próbáltam így nem lánynak lenni azon a színpadon, de ez óhatatlanul azért az ember mégiscsak úgy látszik, és akkor olyan kommenteket is kap, és igen, azért sokan észrevették, hogy lány vagyok. Mondod, hogy az nem vagy feltétlenül ez a forradalmáról akad, de azért csak ide kívánkozik a feminizmus kérdés, ami azt hiszem, hogy inkább szitokszó mostanában. Tehát én nőként is érzem, hogy nagyon gyakran átessünk a ló másik oldalára. Vajon mit lehetne tenni, hogy ezt mi magunk is jól tudjuk kezelni? Tehát annyira nehéz ez a helyzet. Szerintem az edukáció például nagyon sokat segítene, mert hogy rohadt sokan, bocsánat. Nyugodtan. Nagyon sokan, akik szitokszónak használják a feminizmust, és ezt én is érzem, hogy kaptam is ilyen, a feministákat a Dunába kéne lőni, ilyen kommenteket kaptam így videóim alatt, ami azért nagyon durva. De hogy azt kéne egyszerűen tudatosítani az emberekben, főleg azokban, akik ezt gondolják, hogy egyenjogúságot jelent. Egészen egyszerűen, és nem azt jelenti, hogy ugyanaz vagy biológiailag, és nem azt jelenti, hogy ugyanúgy kell kezdeni, és nem azt jelenti, hogy pofán kell vágni az ajtóval, nem kinyitni előtte, hanem egyszerűen az, hogy a kölcsönös udvariasság, hogy én is kinyitom előtte, te is kinyitod előttem, és elmegyünk szépen egymás mellett, és nem lesz ebből konfliktus, és hogy ugyanannyit keresünk, és hogy ugyanúgy viszonyulunk hozzá, és hogy nem a melléről fogok beszélni azonnal, és hogy nem azt fogom mondani egy nőnek, hogy ja, te írogatsz, vagy ilyen pornóregényeket, persze ilyen lányregényeket, nem, tehát ilyen női, te író nő vagy, ugye? Tehát, hogy nem ezzel fogok oda menni, hanem azzal, hogy író vagy, szép irodalom, ez a foglalkozásod, kész. Tehát, hogy valahogy nagyon, nagyon fontos lenne ezt keresztül vinni az emberek agyában, azért nagyon sokan tudják nyilván, de nagyon sokan még nem. De elő vagy, nem tudom, hogy, mert elő vagy nyilván, azt mondom, hogy ilyen szempontból valószínűleg tömegekről ehhez tudsz szólni, vagy tömegeket tudsz képviselni, még akkor is, ha lehet, hogy nem veszed észre, mondjuk a közösségi oldalon. Vajon jó úton haladunk, vagy rajta vagyunk már azon az úton, ami lehet, hogy ide vezet? Én szeretném azt gondolni, hogy rajta vagyunk, de azért nem kapunk sok segítséget, tehát hogy azért a különböző, mindegy, szóval, hogy most így nem tudom, hogy itt hogy van, de azért a magyarországi helyzet az ott nem segít. Na, az a lényeg, hogy a közélet meg a mindenféle kondíciók, de hát nyilván az ember próbálkozik, meg azért van egy buborék, amiben ez már alapvető, csak az ember kilép a buborékból, és azt látja, hogy ó, jaj, mi az, amit itt nem vettem észre, vagy hogy lehet, hogy egy másik filmet néztem végig. És azért szerintem lassan, de biztos, hogy arra felé megy a világ, csak nagyon le vagyunk maradva. Nem tudom, hogy itt is így van-e, vagy csak
ott, ahol én élek Budapesten. Igen, de, ezt érezzük, vagy tapasztaljuk, igen, itt is. De ott azért van hova fejlődni még, de az úton szerintem igen, rajta vagyunk. Mert azért nyilván van egy nagy fejlődés az elmúlt évtizedekhez képest is, csak még reméljük, hogy igen, mindig van tovább. Igen, de a globalizáció az nagyon erős, és azért az így húzza fel az embert, hogy egyáltalán, hogy a túltolt PC az is, vagy politikai korrektség is olyan, hogy nyilván az is tud káros lenni, de közben meg nagyon pozitív hozományai is tudnak lenni. Csak nem, hát túltolni semmit nem szabad. Így pontosan, tehát a végletek azok mindig veszélyesek. Igen, uh-huh, igen. És a mértékletesség lenne a fontos, gondolom én, de hát igen, reméljük, igen, hogy majd hosszú távon majd jó eredményeket is tudunk erről beszámolni. Hát csak az lenne a lényeg, hogy azt tudatosítsuk, hogy nem nőuralom a feminizmus, és nem az, fontos, hogy... Igen. Igen. És itt van neked Sophie Hart. Ő egy másik buborék? Vagy mit jelent neked? Ez a lány, aki beszólogat másoknak, de néha magának is. Az a lényeg egyébként szerintem, hogy magának is szólogasson. Ez a Sophie Hart, ez az alter egómnak a neve, amivel elkezdtem rappelni, de igazából útközben rájöttem, hogy nem igazán tudok rappelni. Azt gondoltam, hogy hát ezt mindenki tud, hát ritmikusan kell beszélni, na igen, de kell hozzá ritmusérzék, meg egy bizonyos hang. Egyébként na az például egy ilyen különbség, hogy nagyon-nagyon kevés női hang, effektíve a mélység, magasság miatt nagyon nehezen válik dallamossá, vagy tehát, hogy a flow-t sokkal könnyebb elérni egy férfi hanggal. Erre jöttem rá, de persze lehet, hogy ezzel csak mentegetem magam, és ez egy hülyeség. Simán lehet, hogy az. Csak nekem nem sikerült, de nekem semmiképpen nem sikerült, de a szövegek azok nem voltak szerintem rosszak, és ez egy ilyen antiszexista projektnek indult, mert hogy azt mondták, hogy egy lány ne rappeljen, a rap az férfi műfaj, és igen, és ezért gondoltam, hogy ilyen olyan szövegekkel majd megpróbálok rappelni, amik arra hívják fel a figyelmet, hogy pont nem a feminista szót akartam rá használni, hanem az antiszexistát, hogy ne legyen már. Tehát ilyen problémákat vetettem fel minden számban, és aztán ez egy EP-t ért meg egy nagy lemezt végül. De a szövegek azok maradtak, akkor erre épül valahogy ez a duó is a pároddal, ami most született? Vannak olyanok, amiket átvettünk és feldolgoztunk, mert én azt Konsicki Dáviddal csináltam, akit csak neked kislánynak, nem tudom, hogy ismerőse, a gitárosa volt, és ő is úgy ment bele, hogy még életében soha nem csinált rap alapot, és én meg úgyis soha nem rappeltem így a bulikon kívül, amikor ott a rapper arcokkal ott mindenki freestyle rappelt egy verzét, így ment körbe a beatboxon, mert valaki beatboxolt, és akkor mentek körbe a rap verzék. Szóval, hogy a Dáviddal kezdtük el, és ki akartuk bővíteni egy ilyen zenekari produkcióvá, de aztán valahogy ezt nem csináltuk meg, és akkor a Mártonnal elkezdtünk zenélni, és gondoltam, hogy ne vesztenek feltétlenül kárba ezek a szövegek, szóval hogy megpróbálta a Dávidnak az alapjait leszedni, és azokat utánozni egy szálgitáron. De hogy jól tudom, akkor te a zenei pályán is indultál el mindenek hajnalán a testvéreddel együtt. A Kis Színes? Igen. Jól informálódtam a zenekarnak a neve? Nagyon sokáig klasszikus gitáros szerettem volna lenni. Ezt 12 évet tanultam így elsőtől 12-ig, és aztán így egyszer csak, amikor ilyen 10-11-12 éves voltam, és a nővére meg másfél évvel idősem, úgy bejött a szobámba, hozott egy akusztikus gitárt, nem egy klasszikusat, és azt mondta, hogy most fogja meg a klasszikus gitárt, és akkor énekelni fogunk, meg gitározni fogunk. És mindenféle könnyű zenei előképzettség nélkül elkezdtünk püntyögni a gitáron, meg énekelgetni, de egyébként a nővérem olyan, szerintem csodálatos dalokat írt ehhez, csodálatos szöveggel, csodálatos dalokat, és elannyira, hogy aztán odáig vittük, hogy 16 éves koromra, az kb. Négy év elteltével volt egy jó pár koncertünk, és aztán a Quimby előtt játszottunk. És hogy így ott találtuk magunkat ilyen nagyon fiatalon egy olyan produkcióval, amiben a profizmusnak az árnyéka sem merült fel, hogy ott rávetüljön. De egy nagyon érdekes tapasztalat volt, de kb. Ezután abba is hagytuk, mert hogy azt éreztük, hogy vagy profivá kéne válni, és akkor ezzel kéne foglalkozni, vagy pedig akkor nincs értelme. És aztán nekem nagyon hiányzott az, hogy zenélni,
és nagyon szerettem volna, meg énekelni is tanultam nagyon sokáig, és valahogy így az lett, hogy aztán jött a klasszik lasszó, és akkor végül valahogy a Mártonnal fogtuk magunkat, és akkor csináltunk egy zenekart. Nagyon szerettem volna egy zenekar. És a klasszik lasszó az nem egy igazi zenekar, hanem ott inkább az van, hogy a Vitális Iván az Iván a Parazolba és a Blahalúzianából a Soblóhár Barbiót énekelnek, meg a Cinki Ferivel inkább szövegeket mondunk, és nyilván vokálozunk, meg van most már egy közös dalunk a Barbival, a Csajdalnak hívjuk, de ez elég szexista. Ezért akartam. De legalább ti mondjátok magatokra. Igen. Igen, de a fociról szól. Uh-huh. Úgyhogy ilyen focis hasonlatok vannak benne, szóval végül is antiszexista. Szóval, hogy ez nem egy, igazából nem egy zenekar, és akkor ez meg inkább az, vagy eset egy dúó, de most már vesszük fel az albumot, és akkor ott zenekari formában lesz. Egyetemen volt egy tanárom, aki mindig elmondta, hogy ennél a cégnél is dolgozott, ott is dolgozott, azt ezt oldotta meg, ott ilyen feladatot kapott, és egyszer összeszámoltuk, hogy legalább 140 éves kellene legyen ahhoz, hogyha mindent elhihetnénk neki. És én így nézem, hogy hát vers, slam poetry, regény, zene, műfordítás, forgatókönyvírás, rap, és még mindig a 20-as évben jársz. Igen. Tehát, hogy mi van még, vagy mi, nem tudom, milyen célok vannak, vagy mit látsz most így magad előtt? De neked elhisszük mindezt, mert nyilván látjuk is. Hát most, ami igazán érdekel, az így a sorozatírás lenne, és van egy sorozattervem, ami már majdnem eljutott a megvalósításig, de még nem, és most abban bízom, hogy annak sikerül valami felületet találni. Meg most forog éppen egy nagy játékfilm, aminek én írtam a forgatókönyvét, most az éppen nagyon érdekel. Szelecki Rozi rendezés, Cicaverzum lesz a címe. Uh-huh. És az ő ötletét írtam forgatókönyvé, de hát tehát, hogy igazából együtt írtuk, de egy macska van benne, azért Cicaverzum, mert egy beszélő macska van benne, és most éppen forgatják, és nagyon jó látni élő macskákkal, hogy megy egy forgatás, úgyhogy most éppen ezen pörgök, hogy ez mennyire izgalmas, szóval szerintem ez az terv, hogy filmeket továbbra is. Most kijön majd egy regényem, meg a verses kötetem is majd valamikor, és akkor most igazából új területekre nem tervezek belépni a közeljövőben, de ugye a régieket próbálom fejleszteni. Pszichológia, ugye ezt végeztél, és még arra lennék kíváncsi, csak aztán engedünk is, hogy tanulod magad, vagy tudod figyelni magad ilyen szempontból, hogy éppen milyen terület vonz? Én nagyon, ez egy kicsit idegesítő is, mert hogy én pszichológiára is azért mentem, mert hogy annyira ez az önismeret rész az nagyon erős volt, ami nagyon durva önkritikát is jelent, meg hát az, hogy az ember így látja azon, hogy például ez az ilyen kóros önfegyelem, amivel meg tudtam csinálni ezt a rengeteg dolgot, az tényleg olyan, hogy akkor az ember leül, és akkor 0-tól 24-ig ezzel foglalkozik, és közben végig monitorozza saját magát, hogy most biztos, hogy ez így jó-e, vagy szóval nehéz ez a része, de hogy így. Na jó, hazudtam, van még egy kérdésem. Mert hogy ugye Kemény Zsófi egy név, és onnantól azt gondolnánk, hogy neked most már akkor minden úgy könnyen megy. Tudod, hogyha regényt szeretnél írni, akkor készjön a regény. Hogyha zene, akkor jön a lemez, akkor jönnek a koncertek, de hogy közben azért van-e mögött küszködés, meg vannak kudarcok, és nem? Abszolút, és egyre több. Ez nem jó zárószó. Ugye egyre több kudarc. Nem, de van nyilván, meg az elejétől kezdve igazából nagyon sok olyan dologgal kezdett megküzdeni, ami mondjuk ezek a negatív kommentek, amiből igazából nagyon-nagyon sokat kaptam. Tehát én nagyon megosztó voltam világéletemben, és azért nagyon durva olyanokat kapni, hogy nyitom a gázt, meg ilyen. Tehát ilyen kommenteket azért az ember úgy kislányként kvázi megkap, és akkor elgondolkodik, hogy most biztos, hogy ezt akarom csinálni, vagy inkább magzatpózban akarok sírni egy paplan alatt. És akkor úgy dönt, hogy nem, hát csinálni kell, de egy tudom pontosan, hogy a látszólagos siker is olyan, hogy látszólag néha meg nem siker, és aztán meg megint siker is, de hogy emögött én viszont tényleg nem érzem azt, hogy sikeres lettem volna valaha, de még ahhoz képest is vannak hullámvölgyek, és most például egy kikecmergek egyből, azt hiszem. Tehát, hogy igen, nagyon sok küszködés van, és nagyon sok munka mögött, és pont azért, mert olyannak tűnik, hogy milyen egyszerű. Hát akkor lássunk a dombon is.
És jó történeteket kívánok, legyen az akár líra, próza, forgatókönyv, zene, bármi, mert a keret ugye az is fontos. Köszönöm szépen. Jó, hogy vagy. Köszönjük, hogy itt voltál.